Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Miniszterelnök úr a választások előtt azt ígérte a magyar családok számára, hogy a rezsicsökkentést az olcsó orosz gáz segítségével fogja tudni majd megvédeni, melynek feltételeit az oroszokkal tavaly októberben évi 4,5 milliárd köbméter gázszállítására megkötött hosszú távú megállapodás biztosítja. Ehhez képest júliusban a rezsicsökkentés korlátozásáról döntött, október végén pedig kénytelen volt elismerni, hogy az oroszokkal megkötött gázszerződés ára az európai tőzsdei árakhoz, mégpedig a holland TTF gáztőzsde áraihoz igazodik, és Brüsszelt okolta azzal, hogy az oroszokkal nem lehetett fix áras szerződést kötni. Miniszterelnök úr, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel február 1-én megtartott közös sajtótájékoztatóján azt is kijelentette, nagyon közel kerültek a megállapodáshoz, hogy 1 milliárd köbméterrel több legyen az éves garantált orosz gáz Magyarországon. Három nappal később a Kossuth Rádióban a plusz 1 milliárd köbméter gáz beszerzéséről azt nyilatkozta, hogy idézem, majdnem eljutottunk a megállapodásig, még a külügyminiszter úrnak futnia kell egy-két kört. Ez a megállapodás februárban minden bizonnyal nem jött létre, mert a július 13-án kihirdetett energetikai veszélyhelyzeti intézkedések között szerepelt 700 millió köbméter pótlólagos gáz beszerzése. Emellett az Energiahivatal adatai alapján a gáztárolókban június közepén az előző évekhez képest fele annyi gáz volt, ezért érthetetlen is volt akkoriban, hogy miért adtak el 500 millió köbméter gázt Szerbiának. A holland TTF tőzsdei jegyzések júniustól meredeken emelkedni kezdtek, és augusztusban tetőztek, amikor megavattóránként 340 eurót kellett fizetni a gázért. Ehhez hozzájárult az is, hogy a brüsszeli gázalkú június 23-án előírta a tagállamok számára, hogy október 1-ig a gáztárolókat legalább az előző 5 évi átlagos fogyasztás 35%-áig töltsék fel, ami a földgáz iránti keresletet és az árakat is megnövelte. A különleges földgázkészlet létrehozásáról a 260/2022. július 21-én létrehozott kormányrendelet döntött, amely szerint a vásárlást 1,85 milliárd eurónyi hitelből finanszírozták meg. Ebből kiszámolható, hogy a 700 millió köbméter gáz beszerzése nagyjából 740 milliárd forintba került, ami köbméterenként 1000 forint feletti árat jelentett, illetve jelent. Kérem tisztelt válaszokat azzal kapcsolatban, hogy a választások előtt tett ígéretükkel szemben miért nem állapodtak meg februárban a plusz 1 milliárd köbméter gáz beszerzéséről, és miért vártak a stratégiai földgázkészlet beszerzésével a betárolási időszakig, amikor köztudott, hogy magasak az árak. Köszönöm. Köszönöm, képviselő. Tisztelt országgyűlés! Az interpellációra Sztárai Péter András államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném először is leszögezni azt, hogy a magyar-orosz hosszú távú földgázbeszerzési szerződés tavaly szeptemberi aláírásával Magyarország stabil, hosszú távú ellátásának alapját teremtettük meg. Mind a korábbi hosszú távú szerződésnél, mind a rövid távú piaci szerződéseknél kedvezőbb kondíciókkal. Akkor is hangsúlyoztuk, hogy infrastruktúrális örökségünk okán a vezetékes földgáz továbbra is meghatározó ellátási forrás maradt hazánkban, épp úgy, mint a régió többi országában. A másik fontos szempont, hogy az elmúlt 12 évben rengeteget tett a kormány a diverzifikáció érdekében, mind a beszerzési útvonalak, mind a források tekintetében. Kiépítettük 7 szomszéd közül 6 felé az interkonnektorokat. Az nem rajtunk múlt, hogy a szükséges infrastruktúra a határunkon túl nem épült meg, illetve nem születtek meg bizonyos beruházási döntések, mint például a romániai Neptun gázmezővel kapcsolatban. Február óta tartó orosz-ukrán háború és az erre válaszul adott szankciós intézkedések következtében az energiaárak az egekbe emelkedtek, a nyár folyamán mintegy 10-szeres növekedést mutattak. 21 azonos időszakához képest. Mindehhez szállítási kapacitáskorlátok is társulnak, például az északi áramlattal kapcsolatos incidens miatt. Számos európai ország számára kihívás volt a földgáztárolók következő téli szezonra való feltöltése. Az európai országok többségében a magyarországinál kisebb tárolói kapacitás áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy Magyarország fogyasztás arányosan az egyik legnagyobb tárolói töltöttséggel rendelkezik.
Az elmúlt évtized földgáz infrastruktúra fejlesztéseinek köszönhetően hazánk több mint 6 milliárd köbméteres tárolói kapacitásra rendelkezik. Éves földgáz felhasználásunk 10 milliárd köbméter körüli, mint köztudott. Több mint 5,5 milliárd köbméter letárolt földgázzal a tárolói töltöttség novemberben elérte a 87%-os töltöttségi szintet, mely a teljes éves fogyasztás csak nem 55%-át fedezi. Ugyanakkor az uniós átlag a 30%-ot sem éri el. Mindez a hosszú távú földgázszállítási szerződésnek és a pótlólagos forrásoknak köszönhető. A Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatosan követi és elemzi az európai és a regionális ellátásbiztonsági helyzetet és az azt befolyásoló körülményeket. És a kormány annak érdekében hozza meg döntéseit, hogy a magyar lakosság és az ipar földgázellátása minden körülmények között biztosított legyen. Ezért kezdődtek egyeztetések korábban az orosz-ukrán háború kitörése előtt még pótlólagos források beszerzéséről, és ezért döntött a július 6-ai ülésén a kormány arról, hogy felhatalmazást ad az állami földgázkereskedőnek és a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek, hogy a meglévő hosszú távú szerződéseken felül vásároljanak földgázt. A kormány legfontosabb célja mindig és különösen ezekben a rendkívüli időkben, energiaellátási és energiaárválság háború idején az, hogy biztosítsa az ország energiaellátását. Az, hogy megvédje a magyar társadalmat és megakadályozza, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. A kormány akkor és attól vásárol földgázt, akinek rendelkezésére áll a forrás, megfelelő áron, és aki képes hazánkba szállítani a szükséges földgáz mennyiséget. A hosszú távú szerződés, az addicionális földgázmennyiség, valamint a folyamatosan hazánkba érkező importföldgáz együttesen megteremtették hazánk téli ellátás biztonságát. A kormány mindent megtett az elmúlt hónapokban és hetekben ennek érdekében. És az előttünk álló időszakban is olyan energiapolitikát fogunk képviselni, hogy az ország energiaellátásának biztonságát semmi se veszélyeztesse. Kérem a válasz elfogadását. Köszönöm. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Megkérdezem, képviselőt elfogadja az államtitkári választ, önnél szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a válaszát azért sem tudom elfogadni, mert az azonnali tőzsdei áron végrehajtó stratégiai földgázkészlet beszerzésének az államháztartása nézve súlyos következményei vannak. Az ügylethez ugyanis hazai bankok nyújtottak hitelt, ami megnövelte az államháztartási hiányt és az államadósságot. Emiatt 2022 évi hiány célt 4,9%-ról 6,1%-ra kellett módosítani. Másrészt súlyos következményei lesznek és lehetnek annak, ha nem fogják a lakossági piaci árakat csökkenteni, vagy legalább a torz adatok alapján meghúzott átlagfogyasztási mértéket megemelni. Ezért tisztelt képviselő társaimat és államtitkár urat is arra kérem, hogy még mindig nem késő a túl alacsony átlagfogyasztási mértéket módosítani, azaz megemelni, hogy az a közel vagy majdnem 1,5 millió magyar ember, akinek korszerűtlen a családi háza, a költségvetése ne kerüljön súlyos veszélybe, illetve ne dőljön be. Köszönöm szépen!